Úr, mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvérek, olvasom most Istennek igéjét, amit a szó hozzánk János evangéliumából. János evangéliumának 4. részéből, a 13-ból, a 15. terjedő versekből, valamint János evangéliumának 7. részéből, a 37-ből, a 39. versek terjedő szakaszból. Az első rész Jézus és a samári asszony beszélgetéséből néhány mondat, második rész pedig, amikor Jézus a lopsátok ünnepén felszólalt, felkiáltott a templomban. Jézus így válaszolt neki, mágyint a samári asszony. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre húzó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg, és ne kelljen ide járni. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamodjon benne. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívő fognak kapni, mert még nem adott a lélek, mivel Jézus még nem csődött. A minden kegyelem Ura és Isten áldja meg az ő igéjét, annak felolvasását, meghallását, szívünk megfogadását és megtartását. Értek, hajtsuk a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Téged dicsőítünk az ének szavaival, neked adunk hálát imádságunkkal. Te vagy ennek a világ mindenségnek az Ura, akinek a szavára előállt minden. Hát olyan hatalmas és mindenható vagy, hogy azt még emberi észre fel sem tudjuk fogni. Mennyei dicsőségedből lehajoltál hozzád Jézus Krisztusban. Emberi lettél, hogy megérthessük, mennyire szeretsz bennünket. Meghaltál értünk a kereszten, hogy meglássuk, nem ítéletet és táncodat akarsz nekünk adni, hanem megbocsátást és örökületet. Szent lelked ennek a megértési munkája benne. Mindent nekünk adtam. Mégis értetlenkedünk és hitetlenkedünk, elfordulunk tőle. Csak a számban vallunk téged, az életünk, a tetteink, arról beszélnek, hogy távol vagyunk tőle. Kérjük, Úr, bocsáss meg ezt nekünk. Tisztíts meg minket, így engedelmes gyermekeddel. Kérjük most, amikor hozzád fordulunk, amikor rád figyelünk, nyisd meg szívünket, nyisd meg az értelmünket, hogy befogadhassuk a szent lelket, hogy megértessük a hitet. Jézusért kérjük, hallgass meg minket. Az ige hirdetés meghallgatására készülve énekeljük a 354-es számú énekünket, ez a régebb énekes könyvet, a 171-es számú éneket, az énekünk így kezdődik, megállt az Isten.
hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak versenyéből élő víz folyamatosan. És testvérem, az elmúlt héten, amikor volt az nagyon torongós, esős, hűvös, már hidegnek mondható idő, nem tudom, de hogy voltál vele, én folyton a gyárban voltam, hogy eljön lenne, hogy végre eljön a napsütés, és időm, mert már azért volt részünk az elmúlt egy év alatt, és már nagyon bízunk benne, ma délután is már jobb idő lesz, hogy jövő évben már meg 30 fokot mondanak. Mert amikor volt ez a torongós, esős idő, folyton a gyárban voltam. Eszembe jutott a régi nyári emlékek, ahogy itt vágyottam a meleg napsütéses időre, és beugrott egy nagyon különleges emlékem, élményem, egy nagyon forró nyáron. Jól emlékszem, hogy 12 éves voltam, és az általános iskolában bántottával szerveztek, amire elmentem. Pécsre szervezték ezt, és aztán onnan indulva tettünk egy jó nagy kört egy hét alatt, a meccseknek különféle részeit végig járva, mindig más magunkban, más szállásnél választ. Minden nap egy olyan 15-20 kilométert tettünk meg a meccsekben, egy olyan jó 20-25 kilós hátizsákkal. Ez egy gyakorlott felnőtt ugrázónak meg se volt. Mert nekem 12 éves gyerekként egy nagyon komoly kihívás volt, hogy ilyen nehéz hátizsákkal, nagyon meleg nyáron, ott hegyen, völgyön menjek naponta 15-20 kilométert. Egy alkalommal, egy délután strandoltunk, és hát eléggé óvatlan és figyelmetlen voltam, és a vállam is, meg a hátam is teljesen leégett. Másnap reggel, amikor indulni kellett, akkor bizony erre a leégett vállamra, hátamra kellett felvennem azt a 20-25 kilós hátizsákot, és így kellett nekiindulnak. És annak a napnak az első szakasza tűző napon nagyon nagy forróságban, egy aszfaltos úton vezetett egy jó pár kilométerre keresztül, meg elértünk az erdőt, ahol egy kicsit enyhén volt az idő. Az aszfalt undotta magával a hőséget, olyan meleg volt, hogy fel is kúlyagosodott. Fölülről a nap, alulról az aszfalt, és mindeközben pedig minden egyes lépésnél érzem, hogy bele nyilván a fájdalom álltam, illetve a vállam. Nekem egyetlen egy vágyam volt, hogy végre valami forrás, vagy valamiféle artézi utat találjak, ahol bevizezhetem a pólónak, és kienyhíthetem a fájdalmat, illetve annyi ihatok, amennyit csak akarok, mert kezdtem teljesen kiszállni. És amikor tényleg elértem azt a utat, akkor, ha lehet élni ezzel a kifejezéssel, szinte mennyi élmény volt az, hogy magamra húztam a vízes, hűvös pólódra, hogy enyhült a fájdalmam, illetve gyakorlatilag teríthattam magamat vízzel. Ez valami csodálatos érzés volt. Szóval nektek is annak hasonló élményétek, amikor nagyon megszomjaztatok, mert éppen a kertben dolgoztatok, kabáltatok, gyomláltatok, ásatok, vagy talán sportoltok, biciklisztetek, fociztatok, kosaraztatok, esetleg hasonló túrán vettetek részt, amit az imént említettem. És tudjátok, mit jelent az, amikor nagyon-nagyon szomjasak vagytok, és mit jelent az, amikor végre vízhez jutok. Amikor sikerült egy kis forrásból, vagy egy útból, vagy akár csapból vizet ereszteni a pohárba, a flakonba, és aztán úgy inni. Hogy mennyire felindítő, mennyire, ha lehetne mondani, magunkhoz tudunk térni a friss víz. Mint hogyha új erőre kapnánk. De semmilyen sem lehet hasonlítani ezt a felindító érzést. A fizikai szomjúságot maradunk, tudjuk, mit kell tenni, tudjuk, hogy hova kell nyúlni, hol a csap, hol az ásványvizes palac, hol van az a kút, vagy az a forrás, vagy az erdőben, amikor kirándulunk esetleg. Nekem is mindig ide van készítve egy talált részlet, hogy veszek közben, kiszállod a szám, akkor egy kordja tudja vinni, és tovább tudja folytatni a beszélni. Tudjuk, mit kell tennünk, hogy a fizikai szomjúság gyötört el minket. Iszunk egyszerűen. Azonban a fizikai szomjúság mellett van a lelki szomjúság is. A te életedben is, és minden ember életében ott van ez a lelki szomjúság, akár beismerjük, akár nem ismerjük meg. Mert a lelki szomjúságot próbáljuk sok mindennel oldani, próbáljuk valahogy elvenni, és Jézus azt mondja, hogy igazából csak ő tudja ezt a lelki szomjúságot oldani. Azt mondja, hogy ha hiszel én bennem, akkor az élő víznek a forrásába tudsz meríteni, és ez a legtökéletesebb megoldás a te lelki szomjúságodra. Ez a legjobb lehetőség arra, hogy oltsa a lelki szomjadat. És nem csak egyszer, hanem bármi visz. Amennyi hiszem, csak akar, amennyi hiszem, csak szükséged van rá. Ha benned hiszel, akkor élő víznek a forrása fog felhúzódni a te életedben.
más életébe is. Mindkét bibliai szakasz, amit felolvastam, a samáriai nővel való beszélgetése Jézusnak, illetve a lomsárnak ünnepén való felkiáltása, proféciája Jézusnak, végül is ugyanarról szól, az élő víznek a forrásáról beszélt Jézus. Azt mondja, hogy ha hiszel bennem, ha átadod nekem az életedet, akkor az élő víznek a forrása az feltör a te életedben, akkor kiáll a te életedben. És hogyha az eredeti szövegnek az árnyalatait, a szinonimáit akarjuk visszaadni, akkor gyönyörű szép kifejezéseket hallunk meg ebből, olvashatunk. Jézus végül is azt mondja, hogy feltörő, felbuzgó, árvízszerű áradás az, ahogy feltör az élővíz forrása életedben. Hogy határtalanul, maradéktalanul kiáll a te életedben az élővíznek a forrása. És azt, hogy bőségesen tömlik, azt mit tudnánk jól mondani, hogy túlcsordul, túlzúdul, mint amikor valaminek a peremét elérve víz és átömlik, átszúrhat, szinte minden elsődő erőben áll a te életedben az élővíznek a forrása. És az evangélium, az örömhír ebben a két történetben az, hogy ha hiszen Jézus Krisztusban, akkor Isten ilyen maradéktalanul és határtalanul betölt az ő szent lelkébe, kiállítja teljesen a te életedben. Bármennyire legyen is nehéz az életed. Bármilyen nyomorúságban is legyen. Életed bármely szakaszában érjen nehézség. Bármennyire is legyen nagy a lelki szomjúságot, a maradéktól és határtalanul kitöltött, kiárasztott szent lélekből mindig tudsz meríteni. Mindig ott van veled. Minden élethelyzetben bátorít, vigasztal, pusztít téged. Nincs olyan nap az életben, hogy nincs olyan óra és nincs olyan perc, hogy ne lenne ott a szent lélek. És ne az a munkában, hogy te bármikor odafordulhass és meríts ebből az élő víz forrásából. Hogy ez valóban feltörjön, felszúrja az életedben. Isten gyermekének lenni, megváltottnak lenni, Jézus Krisztus követni, keresztények lenni azt jelenti, hogy a Szentlélek ott van a te életedben, határtalan és maradéktalan, és bármikor meríthetsz az élővíz forrásába. Bármikor meríthetsz Isten szent lelkéből. Soha többé nem fogsz szükséget szenvedni. Bármikor is, bármilyen legyen szomjas, képletesen ugye, csak oda kell tartod a forráshoz a fogadat, és csak írnod kell benne, mert ott van a te életed. Vagy az imént mondtam, Jézus valahogy így fogalmaz, így állja meg ezt, hogy árvízszerűen kiömlik, túlcsordul, túlárad a Szentlélek a életedben. Egy alkalommal már hoztam néhány eszközt, amit most megint elhoztam, a találatok, a poharat, illetve egy kancsú vizetek van. Szeretném ismét megmutatni, amit egyszer már megmutattam nektek, hogy mit jelent ez a túlcsordulás, ez a túláradás. Vegyük fel, hogy a pohár bevelés, hogy víz az a Szentlélek, és Isten úgy töltéző szent lelkét, hogy betölt vele, sőt túlcsordít és túlárad és kiárad a te életedből, ahogy kifolyt a pohárból az. Isten így áll az tökéletes szent lelkét, és azt akarja, hogy túlcsorduljon a te életedben. Azért is fogalmaz így Jézus, hogy ömlik, hogy túlárad, árvízszerűen árad a te életedben mások felé. Mert Istennek az a célja és a terve az volt, hogy te soha ne szomjazzál meg többet, hogy rajta keresztül másokhoz is eljusson ez az élővíz. Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy hogyan akarom Isten a te házad népét elérni rajta keresztül. A hirdető abban a rajta volt egy kis lista, ahol beírhatod a házad népének a tagjait, imádkozhatsz értük, és ott a lehetőség, hogy beszélhetik Jézus Krisztusról. És a mai igének az másik külön üzenete, evangélium az, hogy nem kell egyedül tenni, ez nem kell egyedül megfeszülnöd, félve szorongva dadogni valamit Jézus Krisztusról, nem a te kreativitásodra, bátorságodra, adott élethelyzetedre van ez bízva, hogy akkor most éppen te tudsz beszélni Jézusról, vagy nem, hogy éppen imádkozol azokért, akik a te házad népéhez tartoznak, hanem ez a túláradó Szentlélek végzi el benned ezt a munkát, hogy nem vagy egyedül ezzel feladattal, hogy a Szentlélek ad neked bátorságot, a Szentlélek ad neked szavakat a szádban, a Szentlélek ad neked lehetőséget, hogy a házad népének beszélni Jézus Krisztusról, hogy mások is megismerhessék Isten karakterét.
ezen a ponton, amikor tudjuk, hogy a Szentlélek túl akar állni bennünk, soha ne szólózzunk meg, hogy tudjuk, hogy a rajtunk keresztül másokhoz is ki akar állni, ezen a ponton fel kell tenni magadnak egy nagyon fontos kérdést, amit meg is kell válaszolni. Milyen kapcsolatban vagy a benned lévő forrással, az életvizének a forrásával? Hogy valóban ott van az életedben, vagy csak azt gondolod, hogy ott van az életedben? Hogy csak úgy csepeg, csordog rá, mert sok minden van, ami eltűnik ezt a forrás, sok minden van, ami nem engedi kiállni ezt a forrás vezet. Vagy valóban igaz rád is, amit az igen mondja, hogy ömlik, hogy felhúzom, szinte szökőár szerűen kiállni te életedben a Szentlélek. Isten azt szeretné elérni, azt akarja, hogy akadálytalanul állhasson az életedben a Szentlélek, és a te életeden keresztül akadálytalanul állhasson mások életében. Isten azon munkálkodik folyamatosan, hogy betöltsön téged az ő Szentlélekével. Azért akar betölteni téged, hogy minél jobban meg tudja valósítani azt a célt, azt a feladatot, amit Isten neked ad. Ha a hirdető lapot elővezettem, akkor egy már jó ismert mondatot, egy elég hosszú mondatot találtam ott, ami a látás nevet viselte. Tavaly évben a bibliai cél volt rajta, most a látás, amiről folyton beszélünk, amire állandóan hivatkozunk. Hogy Isten azt szeretné, hogy milyen legyen ez a gyülekezet, hogy 5 év múlva, vagy 5 éven belül ez a gyülekezet így nézzen ki. És fontos azt tudni, hogy a gyülekezet az nem adott. Mert Isten nem azt mondja, hogy ezt akárki, vagy bárki, vagy valaki meg fogja tenni, és ilyenné változtatni a gyülekezetet, hanem azt mondja, hogy téged kérlek meg, hogy te változz, és akkor az egész gyülekezet meg fog változni. Isten azt szeretné, hogy te lennél a Biblia-olvasó, az imádkozó ember, ha te lennél a valódi tanítvány, te lennél a nyitott és a befogadó, hogy te lennél az, aki szolgálatot vállal, keresztül nem meg. Mert rajta keresztül akar Isten megvalósítani ezt, nem a mellette ülő, meg a mögötte ülő, az előtte ülő ember életében, vagy nem csak az életében, hanem a te életedben elsősorban. És hogyha valóban tudnál benned a Szentlélek maradéktalanul, akkor te ezt látod, és elfogod ezt a feladatot. És azt mondja, hogy én ezt megteszem. Mi hajlandó vagyok változni azért, hogy a te hatalmas te tervet végbe menjen az én életedben, és ezáltal meg a kilekedetben az én életedben. És éppen ezért, hogy ez megtörténhessen, három nagyon fontos dolgot kell megtenni. Mert a Szentlélek áldása Isten önmúlik. Az rajta múlik, hogy ő adja az ő Szentlélekét, és hogy határtalanul kiárasztja. Ez nem rajta múlik. Viszont rajta az múlik, hogy benne tud-e áradni, illetve rajta keresztül tud-e áradni a Szentlélek. És éppen ezért három fontos dolgot kell megtenni. Az első az, hogy üresítsen meg saját magad. Üresíts meg magad. Őns ki mindazt, ami csak a helyet foglalja a Szentlélek, amilyen nem tud kiáradni a életed, amilyen nincs ott, vagy éppen csak úgy csepeg, csordogál, nem áll, nem feltűnik ez a forrás. Hoztam egy másik forrat is, hogy ezt is egy kicsit szemléletesen, mert félig tejet töltöttem. A tej az egyébként is egy egész jó ital, meg tápláló. Most jelképezze ez a tej azt, hogy valamivel tele van az életed. A karrieredet mondasz folyton, vagy arra, hogy hogyan fogom a hónap végén kijönni, hogy fogom megfizetni a számlákat, aggodalmaskodsz az egészséged miatt, a családod miatt, vagy éppen állandóan azt fogok benned, hogy valakivel összevesztél, vagy valaki megváltott, hogy fog ez elrendeződni az életedben, és így tovább. Hogyha Isten meg akarja tölteni az életedet, hogy Szent Lelkével, de nem üres, hát akkor maximum egy kicsikét beletölt. És akkor a vizet töltötte benne a tejbe, és nem tudom, hogy nyitotok-e már vizezett tejet, talán az idősebbek, még a régi rendszerbe találkoztak a vizezett tejnek az intézményével. Hát ez nem valami finom. Meg is most tudom, hogy milyen vize van ennek. Hát elég hossz. Ezzel nem sok mindent lehet kezdeni, maximum ki lehet venni. Amikor a Szentlélek ki akar állni az életedre, de sok mindent találod, ami miatt nem tud teljesen kiállni, mert nem vagy önmagad kies, nem üres tettetek magad, akkor abból valami nagyon fontos a helyet fog keletkezni. Ami semmire sem jó. Olyan, mint a vízezett tej, amitől csak elfint dolog lehet. Isten arra vár, hogy üresítsd ki saját magadat, hogy teljesen be tudjon tölteni ezt a Szent Lelkével. És
És éppen ezért mondja Jézus, olvashatjuk a Lukács evangéliumában ezt a nagyon kemény mondatot. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg anyját, apját, feleségét, gyermekét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekét, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ez egy nagyon kemény mondat. Miért most szoktunk gyorsan továbbadozni, tehát ezt nem értjük meg, ez olyan zavart kelt, amit mi inkább nem is foglalkozunk vele. De most időzünk el ennél a mondatnál. Hogy miért mondja Jézus azt, hogy gyűlöljük? Ezzel nem arra szól, hogy fel utáljuk mindenkit, akit szeretünk, ez nagyon ambivalens lenne Jézustól. És akkor inkább arra akar bennünket bátorítani, ahol különös megtökkentő módján ezzel a mondattal, hogy mindennél jobban szeressük őt. Hogy senki ne legyen nála fontosabb az életünk, hogy ő legyen az első. Aztán jöttek a többiek, jöttek a szülők, gyerekek, házastárs, saját magam, meg az összes többi magam az életemben, de az első mindenféleképpen ő legyen. Az az ügyes égcsepti magadat, hogy be tudjuk tölteni a Szentlélekkel. Hogy valóban Isten szent lelkének teljen el, és nem más kacakkal legyen te az életed. A második dolog, amit meg kell tenned a kiüresítés után, az, hogy napi kapcsolatban maradsz az élő víznek a forrásával. Ahogy a fizikai szomjúság naponta előjön, és naponta indulunk el, én úgy szoktam mindig, hogy a reggel vettünk a fölkel, hogy fél liter vizet megiszok, hogy mindig szomjasan tőlenek. Mert naponta innunk kell, ugyanúgy lelki értelemben is naponta innunk kell, naponta merítenünk kell a lelki forrásból. Ugye nem vagyok napi kapcsolatban ezzel a lelki forrással, a Szentlélekkel nincs a napi kapcsolatban, nem figyelek naponta Istenre, ha nem rád tekintek naponta, akkor maximum csak a számot tudom megnevesíteni egy picit ezzel a lelki részsel. Csak hogy messzire rádom tekinteni a forrásra, itt van végül is ez a forrás, elérhető közösségben, de valamiért mégsem szól. Most nekem nincs időm erre, még nincs hozzá kedvem, meg megvan ilyen magam módon, most nincs lehet, hogy foglalkozzak. Vagy holnap után, vagy a jövő héten. Én viszont szép lassan ki fog szállni az életet. Olyan lesz, mint egy elszállt nővény szállása idején. Azt is mondhatom, hogy a lelki szomj halálvárát. A naponta nem mentesz az élő víznek a forrásából. A nem napi kapcsolatban az Istennel. Viszont, hogyha megvan ez a napi kapcsolatban, törekszel el, ha mindenat figyelsz rá, akkor bármikor, bármit kihatsz, amennyi csak belőtt fény. És a harmadik nagyon fontos, amit meg kell tenned, hogy ne akadályozd, hanem segíts elő az életedben, hogy túlállod. Ez a forrás. Túlárad a lelki víz, hogy túlárad az életedben a Szentlélek. De könnyen abban a hibába esel, ami nagyon gyakori a keresztény ember életében, hogy nagyon jól érzem magad az Istennel. Hát végül is megjel az, hogy meg vagy bátor, hogy szeret téged, hogy meglát téged, hogy egy csomó miatt meg az életedben. Ez egy nagyon jó érzés. Istennek a gondviselését megtapasztalni, azt, hogy minden nap ott van az életemben a Szentlélek, és hogy értem munkát, hogy ez egy felvevő érzés. Nagyon könnyen azt mondod, hogy ha ez az enyém, ezt én nem fogom adni senkinek sem. Isten ezt nekem adta. Olyan ez, mint amikor egy forrás vizet szépen körülbelül beláttal, lezárjuk a sírfet, és akkor örülök, hogy fülnek a felelék, és akár egy szép kis talat is lehet készíteni. És akkor a tovar akár fülögni is lehet, fecázni is lehet, csónakázni is lehet a tavon. Csak éppen a forrás nem ér el a célját, mert nem ömlik ki, nem áll tovább, mert mi jól körülépítettük és le is épített. Isten azt szeretné, hogyha nem építenéd ilyen gátakat és zsírveket az életedben, hanem hagynád, hogy az ő szent lelke kiáradjon rajta keresztül másokra, és elsősorban a te házad népére. Elsősorban azoknak az életére, akikkel naponta találkozott, még a szeretnél, akikkel együtt érsz, akikkel együtt dolgozol, akikkel heti rendszerességgel találkozott. Ne törd is akadályt a Szentlélek elé, hanem segíts, legyél Istennek a munkatársa, hogy minél jobban kiáradjon rajta keresztül az ő Szentlélek. Kedves testvérem, Jézus a te örök lelki szomjúságot akarja oldani az örök élet forrásának a vízében, a Szentlélekben, amely határtalan és maradéktalan akar kiáradni az életedben, és túl akar csomagolni, hogy eljusson másokhoz. Üresíts meg magadat. Engedj, hogy betöltsön a lélek.
Legyél ott a kapcsolatban ezzel a belső lelki forrással, és segítsd ennek a forrásnak a túlállását és a kiállítását. Adj Isten ezt lehessen. Énekeljük most a 247-es szám énekünkre, a 247-es szám énekünk a 7. versét. Ez a régebb énekes könyvünknek a 375-ös számú éneke, a 7. vers így kezdődik, ad népünk is Istenünk. Mindenki.